Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizois, szeptember 25-én. A hold. A mai napon a Purvasattva holdházban található. Ezen a képen látható ez az istennő, aki uralkodik e felett a holdház felett. Az indiai mitológia szerint ez a folyóknak az istennője, és ők úgy tartják. Így van megírva a mitológiában, ami egy csöpp vizet ebből a forrásból, ebből a folyóból kapunk, az számunkra szerencsét hoz. A mai napon a hold mozgását Nunki csillag befolyásolja. Ezt a Nunki csillagot az asszíriaiak és a babilóniaiak nagyon csodálták. Számukra ez egy szent hely volt. Én úgy mondhatnám, keressünk egy helyet, ahol mi jól érezzük magunkat, ahol megtaláljuk a nyugalmunkat, vagy érezzük ennek a helynek az erejét. A mai napon a hold találkozik Jupiter bolygóval, később Szaturnusz bolygóval, és együtt hatnak. Jupiter-hold konjunkción, ez azt jelenti, hogy az érzelmeket nagyon intenzíven érezzük. Ennél a Jupiter-hold találkozásnál elképzelhető az is, hogy eltúlozunk valamit, vagy mások viselkednek így. Persze az is lehet, hogy jó hatást mutat ez ki, és nyitottak, beszélnek az érzelmekről, a párkapcsolatról, a szerelemről. A hold Szaturnusz bolygóval is találkozik, együtt hatnak. Itt korlátozásokról van szó. Mindkettő érezhető. Ez az eltúlozás, a másik pedig ez a korlátozás. Én úgy mondanám, hogy valami történik, amikor mi meggondolatlanul valamit mondunk, vagy úgy viselkedünk, hogy másoknak ez nem tetszik, ez túl sok, de az is lehet, hogy mások viselkednek velünk szemben így. A mai napon van egy Vénusz-Plutó-Quincunx kapcsolat, amit én mindig egy ingával szoktam elmagyarázni. Nem tudjuk, hogy mi várható, mivel Vénusz itt ebben a kapcsolatban áll, vonatkozik ránk, hölgyekre, vagy a párkapcsolatunkra. Mi, hölgyek, érzékenyek vagyunk, eltúlozunk valamit, vagy mások túloznak el valamit, és mi megsértődünk, visszahúzódunk, és nem tudjuk, hogyan tovább. Minden olyan bizonytalan. A Plutó hatás pedig azt jelenti, hogy ne legyünk bizonytalanok, hanem mutassuk ki a belső erőnket, legyünk magabiztosak. Vénusz-Plutó kapcsolat között lehet szexuális téma is. A mai naptól kezdve megváltozik a holdcsomóknak a mozgása. A felfele mozgó holdcsomó Ráhú a mai naptól kezdve a Bika jegyében lesz 2022 tavaszáig, az indiai számítás szerint. Ez mutat egy új utat, új lehetőségeket, és a Bika jegyét érezzük a következő időszakban, és ezek ilyen kármikus témák. Először is fontos a pénzügyi dolgokat rendezni. Előfordulhat, hogy ez alatt az idő alatt megváltozik valami
a politikai helyzetet illetően, a gazdasági dolgokat illetően, és lesznek változások a bankoknál, a pénzügyi dolgoknál is. A bika jegye jelenti a nyugalmat, azt, hogy élvezzük az életet, ez lesz most a változás nemzetközileg is, de ezt érezzük a mi saját életünkben is. Ez egy új út. A lefele mozgó hold csomó kétú, ami a múltra utal, kármikus témákra, az a Skorpión jegyében lesz 2022 tavaszáig. Itt érzelmekről van szó, mert a Skorpión jegye a víz eleméhez tartozik, és a víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Mi most megtanuljuk, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon, és bízzunk abban, hogy jóra fordulnak a dolgok, bízzunk az isteni segítségben, a szeretetben, és így változik minden, ez lesz 2022-ig. Ez a béke, ez a nyugalom, ez a szeretet nem lesz érezhető a következő hetekben vagy hónapokban, de lehet, hogy ebből tanulunk valamit, és jóra fordulnak a dolgok. Ez volt a mai felvételem Mizzois szeptember 25-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!